én 2003-ban letettem a kamerát, és azt mondtam, hogy soha többet, annyira, hogy maximális mozgókép az a GIF, amit csinálok. Még az unokáimról se csinálok videót, senkiről. Mozgóképet nem csinálok. A Gyarmati Andrea két olimpia között volt, és az előző olimpián, mert nem tudom hányba, nem jól teljesített, és ezért edzett az anyjával, Székely Évával, és hajnalonta úsztak az Éva. Miért? És egyszer csak Gyarmati Andrea ugye a medence közepén megállt, és azt mondta, mama, nekem ebben már semmi örömöm nincs. Én előbb fogalmaztam meg, hogy én már nem igazán tudok újat csinálni, már nagyon sokszor ugyanazt a beállítást már megcsináltam, már semmi, igazi semmi örömöm nincs belőle, úgyhogy az utolsó két évben 5 filmet csináltam Brazíliába, Olaszország, Francia, tehát jó környezetben, és azt mondtam, hogy elég volt. Most nekem viszonylag könnyű volt, mert ott volt az oktatás. Hát két dolgot nem tudtam elképzelni magamról, az egyszer az, hogy 9 unokám lesz, mint fiú, a másik, hogy egyetemi tanár leszek. Ez a kettő egyáltalán nem volt a programomban. A tanárság az úgy adódott, hogy az Illés Gyuri bácsán sokáig nem engedett engem tanítani, vagy nem akarta, hogy tanítsak, mert én nem mondtam mindig igent. Én néha vitatkoztam, nagyon szerettük egymást, de én elég sokat vitatkoztam, és egyszer azt mondta, hogy akkor most te csináld. Akkor nagyon megijedtem, mert életemben nem gondoltam, hogy tudok tanítani. Most visszamenőleg úgy érzem, amikor találkozom itt a tanítványokkal, valamit biztos tudtam. Tanítani azt lehet, hogy mindenki szabadon gondolkodjon. Ez a legfontosabb, hogy saját maga, saját döntései legyenek. Tehát én mondjuk megmutattam valamit, hogy ezt általában így szokás csinálni, és ha a diákom azt mondja, hogy hát én nem így gondolom, akkor csinálja. És én nagyon-nagyon hiszek abba, hogy nagyon sokat lehet, legalábbis az én életemben így volt, hogy nagyon sokat lehet tanulni a elrontott dolgokból. Én személy szerint, hát úgy visszamenőleg gondolom, hogy nagyon sok jó beállításom, vagy jó képem sikerült, és jó, de azokra nem nagyon emlékszem, de főiskolás koromtól el tudom sorolni, amiket elrontottam. Valamikor az operatőri iskolának nagyon rigolózus törvényei voltak. Annyira rigolózus, hogy meghatározták luxba, hogy mennyi legyen a főfény, ez most azt hiszem innen jön a főfény, és mennyi legyen a derítés. Leírták. Volt egy ilyen periódus. Megkaptál egy táblázatot, hogy így kell fényképezni. És ez kezdett ellazulni. Most a lazaság teljes állapotában vagyunk, ami hoz jó eredményeket, hoz rossz eredményeket, de mindent szabad és mindent lehet csinálni. Nincsenek törvények. Nagyon-nagyon vegyes a névsor. Néhány nagyon rossz rendezővel dolgoztam. Ezeknek a nevét nem fogom mondani, ebben külföldiek is vannak. Néhány nagyon professzionális rendezővel dolgoztam. Franciákkal, magyarokkal, akik nagyon pontosan tudták, hogy mit akarnak csinálni. Ezerféle módon lehet dolgozni. A magyar technika az volt, hogy az ember gyakorlatilag a barátaival, hogy a Jancsó Miklóssal, Kérdi Kovács Zsolttal, Kardos Ferenccel, most itt abba hagyom a listát, de van még, azokkal már a forgatókönyv formájában már beszélgettünk. Tehát már akkor eldöntöttünk bizonyos dolgokat, és a későbbiekben is együtt dolgoztunk, és elmondhattam a véleményemet, és esetleg változtattunk, vagy nem változtattunk, de egy ilyen együttélésben volt ez a munka. Amikor a
francia rendezőkkel dolgoztam, akkor mindez nem így működött. Mind a kettőt meg lehet szokni, és meg lehet csinálni. Úgy kezdtem mindig az oktatást az operatőröknek, hogy az operatőr a rendező mögött áll. Na most abban a szabadságban, hogy ő mögötte áll, eszébe juthatnak jó dolgok, és akkor szól, hogy eszembe jutott. Ha nem jut eszembe semmi, akkor nem szólok. De a rendező ott elől kénytelen mondani valamit, és kénytelen valamit kitalálni, úgyhogy ne gondoljátok, hogy okosabbak vagytok a rendezőnél. Mindig ezt az egyet nevezem meg, a csend és kiáltást. Az első filmemet, ami sikeres volt, amit sikerült megcsinálni, és az számomra a kezdés is, meg az indítás is, és többet. Vannak filmek, amiket szeretek, például nem nagyon ismert a Kardos Ferinek az Őrült éjszakája, a Kézdi Kovács Zsoltnak a Mérsékelt égöve, a Mészáros Mártának a 9 hónap. Szóval van felsorolni való, azt nem szeretném, ha föl kéne sorolni a sikerületlen filmeket, nem részemről, hanem mint film nem sikerült, de abból is van sok. Én azt szoktam mondani fotókról, hogy a 50-60 éves fotó mind zseniális fotó. Mert egy korról szól, egy dokumentálásra a dolognak, független, hogy milyen minőségű a kép, hogy az egy igazája. Ha a fortepánt nézi az ember, csupa-csupa rossz fotóról azt mondja, milyen zseniális, hogy látom, hogy milyen volt a világ. Hát lehet, hogy ez is így fog működni néhány film.